4 évvel ezelőtt tag lettem a Táncos Kertgazdaságban. És akkor indította a Tudatos Vásárlók Egyesülete a Légy a részese képzést. Én, mint fogyasztó mentem el, de annyira megtetszett maga a rendszer, hogy kitaláltuk, hogy legyünk egy átadópont. A közösségi mezőgazdálkodásban toborzókat tartunk. Tehát a gazda eljön, és elmondja, hogy ő mit szeretne hozni. Jelenleg 100 családnak hozzuk el hetente a heti zöldségadagjukat. De miért pont ebbe vágtad be? 2015-ben döntöttük azt, hogy szeretnénk létrehozni egy olyan dolgot, ami ott helyben van, szandán, ami az egész családunknak megélhetést teremthet, és a gyerekeinkkel közösen csinálhatunk. Már akkor piaci értékesítésre voltak tapasztalataink, ott megfogdossák, megnyomkodják, miért ennyi, miért annyi, és a munkák gyümölcsét igazából nem értékelik. És úgy gondoltuk, hogy ez sokkal személyesebb, közvetlenebb kapcsolatokon alakul. Miért jobb nekik ez, mint piacra járni? Oda-vissza kommunikáció folyik a gazda meg a tagok között. Van egy zárt Facebook csoportunk, ahol mi is felrakjuk ugye a beszámolókat, hogy milyen a kert fotózgatunk. Jobban benne vannak a gazdasági életébe, belelátnak, és visszajelzéseket is ugyanúgy adhatnak, hogy és szerintem ez egy fontos dolog. Köszönjük. Még a fogit azonnal ne felejtsd el. Nem. Rengeteg mondjuk, hogy nyugodtan. Mellette van még kalóriból, kamelelbi, és ez a messzikus. Mi a visszajelzés? Ők értékelik? Pontos számukra hozzáadott érték az, hogy bio, az, hogy tudja, hogy kitermeli, tudja, hogy honnan hozza. Reklámozzuk mindenfelé, mert nagyon szeretjük orsiékat, meg a termékeinket. Egyrészt friss, nagyon egészséges, másrészt pedig lehet belőle tartalék vonni. Nem vettem volna soha piacon csillagtököt, itt kaptunk, megpucolt és megkóstolta, úgy jött, nagyon finom. Ilyeneket nem lehet ugye a piacon kapni, ilyen lila paprikát és színes mángoldot, úgyhogy ezt nagyon szeretjük. Mi nem részes rendszerben csináljuk, hanem nálunk ilyen menü rendszer van, tehát regisztrációkor megmondod, hogy mit tartsunk neked abban az évben. És akkor az, mi 36 állatot vetünk egy évre, ennek egy fix összege van, és akkor azt hiszem disznóból is úgy van, hogy disznó fel van osztva 12 része, és akkor hiszem 4 csomót vásároltunk el az évre. Lényeges, hogy mivel letettük szerintem a saját családunkat. Jelenleg csirkén van, meg kukom, van disznónk, birkánk, elég sok marhánk, és most ennyi. És miért a közösségi mezőgazdálkodást választottad formának? Engem mindig zavartam az állattartás, meg a környezetterhelése, meg a körülmények, ahogy ők élnek. Próbálkoztam mindenféle alternatív megoldásokkal. Túl sok figyelmet vett el az, hogy ezeket úgy tartsuk, menedzseljük, hogy ezt a regeneratív célt is elérjük, meg nekik is jó legyen, meg nekünk is jó legyen. Tehát ilyen mellett nem fér vele, hogy állsz a piacon és ordítasz, hogy tojást. És akkor internet kereső. Rá egy hétre volt a győri TVE képzésre, ahol átszaladtunk. És olyan jó, mert tényleg az mindent megtett, megadott, amit úgy szerettünk volna, váltunk volna. Nem kell aggódni pénzen. Csak egy hónapot, az év elején mi ugye megújulnak a szerződések, és utána annyi az összes feladat, hogy tartsuk a szavunkat. Olyan jó, hogy legalább ezen nem kell álmatlanul forgulódnunk. Jártunk úgy, hogy volt egy szél, amitől elszabadult egy ponyva, amitől idegesek lettek a tyúkok, amitől nem tojtok a tyúkok, és akkor nem tudtunk tojást adni. Ez sajnos benne van. Ebben a rizikóban is benne vannak a tagok. Hogy nem? Hogy nyilván, aki azonnal hátat fordított és elment, neki nem való az a rendszer, de ezt nap mint nap érezzük, hogy ők ott vannak és segítenek és támogatnak, és nyilván kinek-kinek természete szerint, hát valaki jobban belevonódik, valaki kevésbé, de hát nem lehet valaki ilyen formán áll. Ők mennyire befolyásolják a kínálatot? Te beszólhatnak a tagok abban, hogy mi legyen? Abban nem nagyon lehet beleszólni, hogy legyen a tehenet, vagy nem, mert hogy az eredeti indítatás az a föld regenerálása volt. Máskülönben azért ilyenekben lehet alakulni, hogy milyen súlyba vágjuk őket, hogyan dolgozzuk fel, hogy feldolgozzuk. És akkor pontosan mi legyen belőle, kolbász vagy sonka? És akkor szavazgatunk meg, beszélgetünk sokat, és akkor így alakul. És itt szép lassan kialakult ez a közösség, akik ide szoktak. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
Köszönöm.